Sziasztok, egy perces pályák. Hú, mint az előző részben mondtam, iszonyat mennyiségű pályát kaptam, és azt nem számoltam viszont ki, hogy hány része elegendő, de körülbelül ami 30 valamennyit számoltam, tehát legalább 6 rész még lesz. Az előzővel, nem, ezzel együtt még 6 rész. Jó, a következő, az első pályát, Szabi 4, ha jól mondom, Szabi 4 készítette, és az a címe, hogy... Ja, Isten, de a rémálom. Jó, megvan. Ekkor indulás szabályok. Nincsen szabály, csak siess. Történet. Indítás után Csabusa rémálmába csöppensz. A cél az, hogy felkess Csabusát. Most indulj, indítás. Fordulj meg. Megfordultam. És ha leesem, akkor kampó. Jaj, ne, ugrálás, borzasztó. Ja, hát igen, labirintus, ne. Ez tényleg a rémálmom. ötletes. És ez a szobán felébresztem magamat. Hogyan ébresztem fel magam? Kiütöm a fejemet, vagy mi? Ébredj! Ugh, de szar helyen lakom. Az is befalazva. Akkor ennyi, vagy én nem veszek észre valamit? Hát egyébként, hát ha ennyi, akkor jutottam végére, csak azért nem vagyok benne biztos, mert nincsen kiírás, hogy ez a vége. Ez egy kicsit elbizonytalanító. De itt alszom. Olyan, mintha lenne takaró, de én láthatatlan lennék. Legalábbis a fejemen kívül. Jó. Tetszik, hogy belefér, az egy percbe. Meg egyébként poén volt, igen, tényleg ez lenne a rémálmom szerintem is. Labirintus, meg parkour. A következő pályát Szapka készítette, és az a cím, hogy tortaláz. Érdekesen hangzik. Nincs, van nálam a levél. Meghívó a partidra, saját partimra meghívó, gyertya. A vezető. Ne használj parancsokat, történet, senki nem készített a szülinapodra tortát, ezért csinálsz magadnak első feladat, keresd meg a receptet, nyomd meg a kezdés gombot. Csücsé. Mi ez? Ha megvan. Keresd meg a receptet. Hagymavirág. Ecset. Ecet. Pete. Pete. Doboz. Mindegy, én begyűjtök mindent. Rémálom. Pizsama. Recept. Megvan. Hát, ha szükség lesz rá. Oké. Ha megvan, ezt nyom meg. Igen. Most készítsd el. Aha, kell a recept. Recept. Cukor, kakaó, cukor, búza, tojás, búza. Igen, ez egy barkácsoló, így kell elhelyezni. Ezt most miért csináltad? Ugye tudod, hogy szeretek az egy percbe beleférni. Ó, egyébként lejárt. Kérlek, ne csináld. Hüpp. Ja, jó, poén volt egyébként. Ez a recept. Ecset. De ezeket is meg akarom nézni, mindent meg akarok nézni. Hát igen, sok cuccot rakott. Egyébként poénnak tűnik eddig, ezt se kell rakni egy receptet, tehát tök jó. Nem parkour. De... Csű, ezt most összekombinálni. Kell egy kis memória. Cukor, kakaó, cukor. De mondd azt, hogy pont úgy helyezte a ládába. Cukor, kakaó, cukor. Valószínűleg igen. Jó, próbáljuk ki. Egyébként sok cucc van, tehát egyébként szerintem nem fér bele az egy percbe. Vagy én vagyok ennyire lassú. De... Hopp. De egyébként poén. Átnevezett cuccok meg. Mondom, nem a szokásos játékmenet. Aj, ne. Szerintem így volt. Ihá! Feladat, edd meg, ügy és úgyis éhes vagy. A pályát készítette. És tényleg éhes vagyok. Ham. Nem bírom mindet megenni. Karácsony felzászló. Nem is olyan rossz. Mert kicsit sok a zajja. Utóirat, itt az összes könyv, nézd meg. Recept. Jó, akkor már is nálam van, kellemes ünnepeket. Köszönöm, hogy kiátszottad, boldog szülinapot egy év múlva is. Mint a megetted, fordulj meg. Jó.
Megnézem a többit is. Akkor ecset. Bele a szádba, festői fenyeket és pipa. Ecset az bizony. Pete, na. Pete. Szokhal tápláléka, mindegyik hal évente akár 3000 biliárdot isz. Megtehette. A következő pályát S0216 és Kamesz készítette, és a pálya címe az, hogy Csabosa a Commandok Sensei. Hát akkor indítom is. Oké, remélem mindenhol barriér van. Jó, mondjuk így látom is. Azt mondja, szia Csabosa, üdvözöllek a kalandpályámon, érezd jól magad, mindenben van állítva, csalásra nem lesz időt, indítás, cuccok. Egy liter water, egy tál paradicsomleves, atomübertár sétapád. Atomübertár sétapálca. Bőrcsizma, nadrág, kék póló, arany sapka. Én fel is veszem ezeket. Atomübertár sétapálca. És egy kis ugrálás. Igen, látszik, hogy barriér van fölötte, hogy meg fogok halni. Kár. Jaj, de nem félek, nálam van az atomübertár sétapálca. Hé! Ez hamisítvány, a Uber tápsétapát azonnal kinyírja őket. Atom Uber táp. Kicsit akadozott biztos. Nem tudom miért akadozott. De így nem is kell, ez csak egy hamisítvány. Mondom. Ja, hogy én rossz gombot nyomogatok. Jó. Ilyes. Egyébként már lejárt. Csabosa. Hát igen, ha a pálca nem lett volna hamisítvány és egy csapással megölöm őket, akkor végigérek egy perc alatt. És ez a vége? Csabosa? Vagy vannak itt üzenetek? Valahol nem tudok belenézni úgyse. De akkor remélem nincsenek üzenetek. A következő pályát Kumax készítette. Azt kérte, hogy pontozzam, de itt nem is szoktam pontozni. Na jó, majd meglátjuk. És az a címe, hogy Csabosa és az út. Akkor indíts. Kezdés, történet. Hát nem a kezdésre kezdem. Valami háttérzel, mintha szólna valamit hallok. Valami kattogás. Te most egy maratoni futó vagy, ezért futni fogsz. Minecraftosabb lesz. Már megint? Készítők Kumax. Indítás és kezdés. Mi a kezdés? Szia kedves Csabosa! Azt hittem a pályát kezdjük. Ez egy jó kis egyperces kalandpálya, kérlek olvass el mindent. Ez az első mappom, meg egy liter volt, kérlek pontozd. Kérlek a zenegép hangot full hangerőre. Indítás, verseny, jaj. Futás. Biztos, hogy jelgenerátor van. Ezt nekem nagyon nem csipázza. Ja, nem ide kéne ülni. Van kamera is. Mit mondott a helyén? What does that? Go, Csabosa, go. Hát ez. Akadásra nem bírok így végigpattogni, úgyhogy kénytelen vagyok, hogy lássam a pályát így kikerülni. Ó, és egyébként lejárt ideig jutottam. Tehát nem tudok ezen egy percen átmászni. Főleg, hogy így akad nekem. De most már körülni ezek, hogyha... Kajárus. What does the pixel? Siess. Azt mondja, ilyen... Ez az én házam. Egyébként tök jó be van rendezve, tehát... Ugye a futóverseny miatt én nem nézek körül, de egyébként szépen van díszítő. Kis ház, ott van bent az emberke. Itt az állatok beszélnek hozzám. Nem tudom képzelni, miért akad ennyire szörnyű. Hát az eső segít rajta. Jó. Game mode addógép. Vége. Stopper off. Vége. Készítő. Ezeket nyomjam meg.
Igen. Na de remélem jó volt. Ha igen, akkor köszönöm. Jaj, sötét színe, ne ide olvasni. Győztél vagy nem? Ha igen, gratulálok, ha nem, akkor sajnálom. Hát én mindig győzök, szóval igen. Készítő. Nagy kumax. Ja, tényleg nem pontoztam a pályát. De itt nem szoktam pontozni, miért kérsz ilyet? Nem tudom, tényleg így nincs a biztonyítás állat, mert idáig se pontoztam, úgyhogy... Nem tudom. Most egy darálóhoz képest? Hát a darálóban azért... Tehát egy ilyen... rendes kalandpályának talán túl rövid, nem? Hát tudja, ha valamit innek pontozzam. Nem tudom, sajnos. Én sem tudom eldönteni. Az építés az határozottan szép, az egy nagy pluszpont lenne. Ha lenne. A játékmenet annyi, hogy... Hát a futóverseny akkor nem illik hozzá ez. A vizes gátugrás még hagyján. Vagy vizes árok. Vizes gát. Még hagyján. De az ugrálós az nem nagyon illik hozzá. Ja. Következő. A következő pályát a Rocksrác és a AFK Pro készítette, és a recept 2. Ha emlékeztek, a... Hát valamelyik korábbi részben volt a recept, az első része, tehát arról szólt, hogy csirkehúst kellett sütni. Volt hozzá recept, ott voltak hozzávalók, egyszerű kis pálya volt, de belefért az egy percbe is, és tök jó volt. Na, tetszett. Úgyhogy just itt a második rész elkészítették. Lássuk, sikerült elrontaniuk. Megint nyomulap. Üdvözöllek újra a pályán, a második nagyon egyszerű feladatod következik. Süss meg egy nyers disznóhúst, de te már haladó vagy, így nincs segítség, sok szerencsét. Ezeket már tudjuk, hogy felvehetem. Aha. És vissza is raktam neki. Bobl, kiskés. Akkor most levághatom a disznót, ugye? És lesz recept? Nem, úgy látszik nincs. Friss disznóhús, muzikdisk. Egy kis hangulatos zenét közben. Mert akkor nem vágjam le a disznót, mert van itt disznó. Friss disznóhús. Na mindegy, azt levágtam. Ha már levágtam, akkor esütöm meg, ugye? Jó, ennyi. És természetesen belefért az egy persze, csak megenni nem tudom. Addig megsütöm a többit. Most nincs restone, kijavították. Ugyanolyan volt, mint az első, tehát jó volt az első, de így a második így... Elég volt a zenéből. Így annyira nem jó, hiszen ugyanolyan, azt hittem valami jó jön. De ez ugyanaz. Ja, mit akartam? Igen, tényleg az Armor Stand-el. Ugye... Most megpróbálom neki visszaadni. Aha. Tehát ha tára nézek... Akkor másik Armor Stand-et teltem. De most sikerül. Akkor miért nem sikerült? A másik adat isteni, nem találom. Nézd, most sikerült leadni a tárt. Tehát ha tára nézek... Akkor nem tudom fölvenni, tehát olyan, mintha nem tudnám fölvenni a tálat. Érdemes úgy hajlítani a Armor Standnek a kezét, hogy benne legyen a testében, mert a Armor Standre kell nézni ahhoz, hogy elvehessem. És akkor ugye így olyan, mintha nem lehetne elvenni, ez volt az első részben nekem is. Ezért hittem én is azt, hogy nem lehet, de el lehet venni. Csak az Armor Standnek a teste valahol itt van fölötte, és valahol, itt van valahol. Ide kell kattintani, és nem a tára. Tehát érdemes úgy állítani a kezét, hogy benne legyen a testében. Hogy melyik is tetszett a legjobban? Opa. Hát... A futóverseny volt talán a legszebben megépítve. A tortaládnak tetszett a játékmenet, hogy így egy saját receptet kellett összerakni. Mm.
Hát tényleg nem tudok dönteni. Most nem volt, azért, mert most nem volt annyira kiemelkedő, mindegyikben volt valami szimpatikus, de így olyan, ami így nagyon kiemelkedett, nem volt, úgyhogy várom, hogy ti nektek mi volt a kedvenc. A kézikönyv óvjon. Ja, ennyi, a kézikönyv óvjon.